Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeptember 19-én. Kérem szépen, tegnap nem sikerült a reggelimet felvenni. Pedig jó reggeli volt. Calabriai szalonnát ettem tegnap. Valami tömény méreg, nem érdekes. Úgy, ahogy volt töményméreg. De most tovább mérgezem magam. Ha már belekezd az ember, akkor fél munkát ne végezzen. Fél munkát ne végezzen kell. Kurva élő, mindenki ellentokány, csak kísértésnek nem. Hát jelen szépen árvízhelyzet. Ezt a futamot, ezt nem Magyar Péter fogja nyerni. Ha beleköt az egészségügybe, lehetnek igaza. Ha beleköt az oktatásba, lehetnek igaza. De most nagyon mellé lőtt. Most nagyon mellé lőtt. Ez tény. Szóval ebben nem kellett volna neki ilyen mélyen belemenni, sőt egy kicsit sem. Ha csendbe maradt volna, akkor jobban járt volna. Szóval nekem az a véleménye egyébként, hogy a vezénylő tábornokoknak azoknak vezényelni kell, mint ahogy a kormány teszi, és nem a gáton harcolni lapáttal. Nekik a feltételt kell megteremteni. Na most, aki nem tudja a feltételt megteremteni, az tegyen ott, ahol tud tenni. De ahol hatékonyan tud tenni. Tehát az, hogy egy ilyen celeb fasz, és most mindenki most kormánypárti képviselő, aki nem tud már csinálni, lemegy lapáttal, mert tudja mutatni, hogy a kormánypárt is tud ám lapátolni, vagy ellenzéki Gyurcsány, vagy Magyar Péter, teljesen mindegy. Ezek az emberek egyetlen egy dologgal tehetnék valóat hasznossá. Ezek jó fizetett emberek. Ezek milliókat keresnek havonta. Ha oda megy a gátra, és azt mondja, hogy én itt most ezeket az embereket ellátom, legközelebbi vendéglőből, pörköltel, rántott hússal, pizzával, tök mindegyivel. Én fizettem az üdítőitalukat, én fizettem az ebédjüket, az itt levőknek az ellátását én fizettem. Na, az valami. De hát az pénzbe kerül, hát az oké, nyilván, persze. Az pénzbe kerül. Annyira nem tetszik már. Az annyira nyilván nem tetszik. Szóval, ez egyébként a Kaposvárjaknak a remek műve. De a lapátolással ő nem fog segíteni semmit. Vigyen oda egy bográcsot, vigyen oda fát, vigyen oda alapanyagot, műanyag tányérot, főzzön, vagy fizessen meg valakit, aki főz, olyan mindegy. Ezeknek, akik ott lapátolnak és hatékonyan dolgoznak, ha a háttér ellátását meg tudja szervezni a saját pénzéből, na az már valami. Hát mert senki nem jutott eszébe, egyébként. Igenis, ezek, akik ott dolgoznak, ezeknek enni és inni is kell. Szóval lehet, hogy a kormány is gondoskodik róluk, de akkor átvenném. Én ellenzéki vagyok, na ezt a szakaszt én vállalom. Érted? Ettől eddig én vállalom az emberek ellátását. Innentől irány. Én fizetem, én főzök rájuk, én fizetem meg a
szokásokat. Mindegy, mindegy, mindegy. De ez a celeb majomkodás meg lehet nézni, hogy környező országban mi van. Meg lehet nézni. Milyen árhömpőr Bécsben. Micsoda milliárdos tárgyak fognak keletkezni. És mutatnak itt is egyébként elárasztott házakat. Árterületen, hangsúlyoznám, árterületen. Nyilván, aki árterületen építkezik, az bevállalja a kockázatot. Azt tudja, hogy hol építkezett, tudja, hogy 4-5 évente fel kell költözni a pincéből a padlásra, fel kell rámondani a cucorat, vagy magas olyan helyre kell építkezni, láttam majd átteltem is, hogy nagy lábozattal, stb. Minden. Mindegy. De az más. Dolgoztam én kint a római parton, láttam ott az elárasztott házakat, nyaralókat, üdülőket, vállalatüdülőket, magánházakat, villákat. Én láttam ott, hogy néztek ki. Nyilván a jó helyen való olcsó telket közel a Duna, szép panoráma Dunára. Ennek vállalni kell a következményeit. A belejáró. De az Zoli barátom mondja, hogy az ecsedi láp az nem a Tiszár táplálja meg, és igaza van, tényleg nem, a Kraszna meg a Szamos. Bár a Tisza is messze onnét egyébként. És lehet, hogy amikor visszadúzod a két folyó, a Kraszna meg a Szamosz, azért az árnak a fel elterítésében lehet, hogy annak idején valamennyire részt vett a ecsedi láp, ezt nem tudom. De valóban az ukrán háborúval kapcsolatban annyira azért leszögeznék, most megint balhé van, mert engedélyezni fogják Ukrajnának a nagy hatótávolságú rakétákkal való orosz belövéseket. Most megy a puhítás, hogy így meg úgy meg amúgy, ne legyen a kétség, hogy engedélyezni fogják. Hogy erre mi lesz az orosz válasz, a orosz területeket, netán Moszkvát lövik, az lehet, hogy megrázza a világ. És Putin megint figyelmeztette Nyugatot. A háború előtt éveken keresztül Putin figyelmeztette Nyugatot, hogy ne tovább. De csak kiprovokálták a háborút. Most is szólt Putin, ha amerikai fegyverekkel, amerikai tűzvezetéssel orosz területeket lőnek, az a NATO-val való egyenes arányú konfliktus. És erre meg lesz Oroszországnak megfelelő válasz.
megint nem hallgatnak rá, megint húztodják a medvének a bajuszát. Megint. Még mindig nem fogták fel, hogy ezt a háborút nem nyerhetik meg. Még mindig nem fogták fel. Azokat a dollármilliárdokat, fontmilliárdokat, eurómilliárdokat, amit odaadnak Ukrajnának, az így alágyújthatnának. Körülbelül annyi eredménye van. Mi meg dolgozunk, mint az állat, és a mi adófizető pénzéből küldik a lovét oda. Ez van. Ez van, így jártunk. Ilyen világban születtünk bele. Még mindig szerencsésebbek vagyunk, aki ezt a, amit én most itt beszélek, ezt hallgatja, az még mindig a világ 8 milliárd a lakosságából a felső 1 milliárdba tartozik. És 7 milliárd ember rosszabbul él, mint aki ezt hallgatja. Persze nem igaz. Nyilván. Nem igaz. De azért van itt a néhány milliárd ember, aki naponta annyi víz jut neki, mint amit te egy pössentéssel leengedsz a vécén, pössentés után leengedsz a vécén egy alkalommal. Ez annyi jutnak egy nap. Nekem egy kicsit, pláne Magyarországon most egy kicsit több víz jut. Csak egy kicsit. Most meg lehet nézni, hogy a gazdagabb országok, mint Ausztria, hogyan küzdenek a... Ott milyen vízügyi szakemberek vannak vajon? Ott, tényleg. Ott milyenek, hogy ezt előre nem tudták, és hogy nem tudták kivédeni. Hm? Ott milyen? Magyarországon el van terjedve ez a minden szarizmus. Ezt úgy hívják. Minden szarizmus. Minden szar. Nem lehet olyat csinálni, ami jó lenne, ami meglenik az ember elégedve. Minden szar. Ez minden szarizmus. Ez alapból benne van a magyar emberben egyébként. De az a mostani időben meg aztán még jobban kicsúcsosodik. És hát elképesztő indulatok tombolnak a világban. Elképesztő az, hogy merényletet követnek el miniszterelnökök ellen, elnökjelöltek ellen. Tombol a terror mindenhol.
annyira hülyék a nyugati politikusok, hogy akkor térnek észre most a migrációs helyzetre gondolok, amikor már a szavazások, a tartományi szavazások, ilyen-olyan európai választásnak a eredménye, Németországban tartományi szavazások eredményeként leszavazzák őket a picsába. Miből gondolták, hogy az emberek egyetértenek velük, mondjuk migrációban? Miből gondolták? Vagy hogy gondolták, hogy ez jó lesz? Engem az érdekelne, hogy volt-e már erre például precedens, hogy kultúridegen népeket egymás hegyére hátára telepítenek, és az úgy jó lesz. Volt-e már erre precedens? Egyet tudok, hogy Amerika felfedezése után az őslakosokat kiirtották. Erősek ugye baszik, kultúrák ütközése volt, az egyik veszített. Ebben a harcban, ami most folyik Európában, ebben is az egyik fél veszíteni fog. Hogy gondolták azt, hogy ez a multikulti, ez valami nagyon jó lesz? Hogy? A gyarmatok ott voltak évszázadokon keresztül. Oda mentek a fehér emberek Indiába, Afrikába, Ázsiába, mindenhova. Sehol nem lett az emberek, a kultúrájukat nem tudták meggyökeresztetni. Nem tudták a kultúrájukat átadni a gyarmatosított népeknek. Inkább ellenállás volt a kultúrájuk ellen, mint befogadás. Oda lehet vinni a gyarmatok, amit oda is vitték, és a mai napig működik, mondjuk a közigazgatás, az adminisztráció. Mai napig a gyarmatok viszik ezt tovább, de ez nem kultúra. Ez nem kultúra. Hiába volt az erőszakos, misszionárius, jezsuita, ilyen-olyan, amolyan erőszakos térítés a kereszténységgel. Mi lett az eredménye? Mi lett az eredménye? Népeket pusztítottak ki. Az lett az eredménye, hogy népek tűntek el az erőszakos vallás hódításnak. Miből gondoljuk, hogy most a muszlim térhódításnak nem a kereszténység lesz a vesztese, és nem tűnünk el? Miből gondoljuk? Most is vallásháború zajlik, nem is kicsi. És nem mi állunk nyerésre. Nem mi állunk nyerésre. Most mi vagyunk abban a helyzetben, mint a misszionárisok próbálták rákényszeríteni a vallásukat a benszülöttekre. Most Európa van ilyen helyzetben. Azért ez érdekes. Fagylalt, visszanyalt. Ott aztán a hóhért.
Szóval... Ellenben az a remény még megvan, mindenképpen, hogy megfordul a világ, és a kelet lesz a felívelő, feltörekvő, dolgozni akaró és tudó, győztes, aki kijön ebből a harcba. A kelet alatt értem Oroszországot, Kínát, Indiát, stb. Oda soha nem fog begyűrűzni a woke ideológia, az LMBTQ és egyéb ilyen ökörségek. Oda nem fognak begyűrűzni. Még egy dolog azért, hát én nem fogom megérni, de a mostani fiatalok meg fogják érni az összecsapást, a haladó nyugat, a woke, LMBTQ és a muszlimok között. Mert a liberálisok megágyaznak a muszlimoknak, de ők lesznek az elsők, akiket a muszlimok írtanak. Ők lesznek az elsők. Ő gyakorlatilag ebben a mostani tevékenységgel, a Willkommen kultúra a saját halálos ítéletet írják alá. Velük együtt a miénket is, de ők lesznek az első. Néhány buzerátort ki fognak röptetni a toronyházak ablakából. Nincs már semmi. Na itt a szalonnám, a tegnapi szalonnám. Kalabriai szalonna volt, nagyon finom volt. Én párcolt szalonna. Elég érdekes ízű, de nagyon jó ízű. Nagyon jó ízű szalonna volt. Sajnos sok értékelni való videót nem tudok mutatni, mert nincs sem telefontartom, meg van rendelve Amazontól, most jön. Ma fog ide érni, elvileg, vagyis oda autóra, amit rendeltem, ilyen tapadókorongos. Ilyen tapadókorongos. Telefontartót. Úgyhogy holnaptól lesz beüzemelve elvileg. Ez meg már itt a zsebemben, ez meg már tönkre ment, el kell dobnom a picsával, ez már nem tapad egyszerűen az üvegen. Tudod, amikor már nyálazásra se reagál, akkor le kell cserélni. Akkor hiába nyálazod és nincsen semmiféle eredménye, akkor le kell cserélni. Csak mondom. Ja.
Az a rossz, aki rossznak gondol. Mert nem is olyan rossz az. Kiiszom a temzevizet. Fú, már annyi volt a dolgom, hogy annyi volt a dolgom ma, hogy itt a beton mellett egy ilyen átoktáltatás nevétől egy kis 30-as tanállal és egy ilyen izé van benne, ilyen gédjecsövet tettek bele, most már le van homokolva, most teszek rá még ebből a Crashből egy kis terítést, utána visszatöltöm, aztán kész. Hát ennyi van már, eddig találtak ki, hogy sok már itten nincsen. Még arra számítok egyébként, hogy mikor be van temetve, akkor valaki rá fog jönni, hogy még egy csövet be kellett volna tenni, és vissza kell bontani. Ez még benne van erősen a pakliba. Ez még erősen benne van a pakliba. Hogy még egy csövet, amikor már be van temetve, le van döngölve, be van homokolva, a crash rajta van, meg a visszatöltés, akkor ki fogják találni, hogy még egy csövet mellé kellene tenni. Hát, ez itt nagyon nem egy kirívó eset. Nagyon jó idő van egyébként, tegnap meleg volt, tegnap 25 fok volt, ami már egy nagyon melegnek számít, pláne szeptember közepén. De reggel is 18 fok volt, ami nagyon-nagyon magas hőmérsékleten számít. Hát múlt héten már volt itten 6 fok is. Tehát azért mondom, hogy most már lehomokoltam ezt a... Ezt úgy hívják itt, hogy duct cső. Az angolul az a nem, hogy duct cső. Ugyanúgy, mint a dart tépet, mondják azt a ragasztó szalagot. Úgyhogy ebben ilyen kábeleket fűznek majd be általában, azokat szoktak ezbe belefűzni, mindig ilyen, ezek ilyen védőcsövek kábeleknek. Valitában tökön tudja, milyen akna ez az akna itt, hogy most mutatok. Ez itt valami különlegesen műanyaggal bélelt, mit tudom én, milyen akna. Meg most itt vannak ezek a jó barátok, itt szerelik a kamerákat, ide felszereltek mostan, azt mondja, hogy kamerákat ide az oszlopát most szerelték fel, de már egyébként is volt egy pár, de nem volt elég, most még felszereltek jó néhány kamerát ide. Már mindjárt lassan még az évre, most kamerázzák be. Na minden, ő dolguk. Szép kis házak van itt egyébként, itt napelemes tető is van. Amúgy. Szép kis házak ezek. Ez itt Orpington. Az ennek a környéknek a neve. Nem messze itt van a M25-ös, a Dartfordi híd és alagút. A Blackwell alagút, ami szintén a Temze alatt megy el. Azon jövök reggel a Blackwell-en jövök ide, és este már a Dartfordi alagúton megyek haza. Az is a Temze alatt. A Dartfordi híd az olyan, hogy nem úgy van megcsinálva, egy iszonyatosan nagy híd, egy hatalmas nagy híd, nagyon-nagyon magas, vitorlás hajók árbóccal el tudnak alatta menni, akkora nagy magas híd, és de csak egy irányú. Tehát errefelé lehet jönni rajta, visszafelé nem. Visszafelé mellette van két alagút, tehát négy sáv van a hídon egy irányba, ide, az M20-on, ez a körgyűrűnek a része, ez a körgyűrű része, és két alagút van mellette, mindegyik két-két sávval.
Tehát négy sáv ide, négy sáv vissza, csak az egyik hídon, a másik alagúton. Viszont fizetős. Ez nagyon az, hogy itt autópályák közül is a egész Angliában, tehát egy rövid 40 km-re szakadt fizetős, de egyébként minden autópálya ingyenes. Ez benne van a úgynevezett, itt út, van egy útadó, amit az autó környezetvédelmi besorolás alapján rónak ki. Van egy útadó. És abban benne van az autópálya matricának, hát az autópálya használat is benne van, pontosabban, mert nincs matrica, az autópálya használat is benne van, de van egy, azt hiszem, egy nagyon rövid szakasz valahol, mert sosem jártam ott rajta, ami fizetős, autópálya, egy rövid, tehát 40 km, nem tudom, meg ez a Dartford városon itt nem messze, ez a Dartfordi híd és alagút, ez is fizetős. Ez egy áthaladásra 2,5 fontot kell fizetni. Egy áthaladásra. Egyszer átmész rajta. De meg lehet oldani azt, mint én, hogy beállítom úgy a kártyámat, hogy nem kell, mert online kell fizetni egyébként, tehát nincsen fizetős kapu vagy valami, online kell fizetni. Két héten belül felmész az izére a Dartfordi honlapra, ezek a hídnak vagy alagútnak a honlapjára, beütöd a rendszámodat, befizeted online a 2,5 fontot. De úgy is be lehet állítani, mint ahogy az enyémben van állítva, hogy nem kell semmit csinálni, hanem a kártyám hozzá van rendelve, ez a Dartford Crossinghoz hozzá van rendelve a kártyám, és ahányszor áthaladok rajta, már kapod is egy értesítést, hogy levonták a számlámon a 2,5 fontot. Tehát nem kell külön figyelni, mert rá, hogy most lejár, nem jár le, megbüntetnek, nem büntetnek meg, stb. Szóval így automatikusan is be lehet állítani. Na mindegy. Ennyi egyelőre. Na, visszajöltem a másik gépbe, Hitachiba. Hát ez az ilyen más kávéház. Ez itt egy telepített pumpaid mellettem. Ami azt jelenti, hogy ha födémet betonoznak, nem hívnak egy ilyen teherautó betonpumpát, ami teherautóra van szerelve, hanem van egy sajátjuk, egy ilyen telepített pumpa, ezt letelepítik, ezekkel a vascsövekkel felvezetik a betont a födémre, ott pedig egy ilyen gumicsővel elviszik a vakár. Csidál a mixer, beleüríti, és úgy nyomják fel a födémre, nem pedig egy ilyen teherautós tetterrel. A csövet ráteszik, mondjuk a gumicsövet megforgatják a daluval, és akkor oda-vissza a vakarja. Mozgatva, oda mozgatják a vakárnak. És nem kell bérelni drága pénzért. Ilyeneket használt a szölöpfúrók is egyébként. Azok is ilyet használnak. Itt a gumicső, itt előttem ezek gumicsövek, meg vascsövek együtt. Miért ordítotok, jó barát? Ezek az albánok egyébként, ezek olyan, mint az olaszok. Ezek halkan beszélni nem tudnak. Itt más se hallani az egész szájtan, csak üvöltést. De itt mindenki üvölt. Mint az olaszok, bazd meg. Na. Ez itt egy Isuzu kis teherautó. Nem olyan kicsi, de ilyen trailer-szerűség, mert valamit szállítani tud kisebb gépeket. Látszik rajta. Azt mondanád, hogy jó teherautó, ez egy dolog, de nézzétek meg, hogy a tükör, hogy le van rajta védve. Itt nagy divat a teherautó, de egy ilyen fél védő a tükrön. Szinte minden teherautóban. Hozótól fák közé, be kell neki taladni, vagy sűkebb helyre, lekucolja le, ne törni össze a tükröt. Ez egy jó nagy védő van. Az biztos, hogy ez egy hatalmas védő. Ez a tükörvédő.
mert jó dolog. A tükör ma már azért egy tükör azért sok forintban is sok 10 000 forint. Úgyhogy kell ilyen védő rá. Most viszítem a csövet. A tettel betonpumpának a csöveit most viszik el. Nagy teherautó, Mister. Száraz beton szűrít le. Ezt kell dömpelre, kis dömpelre, rossz, azt kicsit valahova be. Valahol be, valahogy betonoznak. Nem tudom mennyit hozott. A teljes teherautó az hozott az 8 köbméter. Azért nem hiszem, hogy kézzel bedolgoznak valahova is. De nem hoztak annyit, de majd meglátjuk. A vérzetés egy 3 köbmétert hozott, nem többet. Mondom, kézzel dolgozzák be valahova. 3 köbméternél. Jó köbös mixert azért csak kikült egy 3 köbméter betonnal. De hát ha nem kell több, akkor nem kell több.